Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a Nordgard, és folytatjuk tovább a küldetésünket, hölgyeim és uraim. Éppen egy területet vettünk el az ellenféltől, amit kolonizálnunk kellene, és a kajánk elég rendesen jön, úgyhogy erre módunk is lesz hamarosan. És valószínűleg a védvonalunkat itt fogjuk elsődlegesen felépíteni, hogy ez a szemtelen ellenfél ne akarjon a torkunkra lépni, és lássuk, hogy akkor nincsen most gyakorlatilag druidánk. Ezt orvosolnunk kell mindenféleképpen, hogy maciváló az van. Ez az, jarr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 r
Sting, oké. Okay. Jó. Hát, hogy végül is tudunk fókuszálni abba az irányba, hogy olyankor támadjunk, vagy olyankor támadja az ellenfél, amikor lakom a bandához, elég sokat kell a kajából elraktároznunk. Na, azt mondja, hogy itt van kavics, igen. Három háza megfelelő hely. Itt egy maci van, az sem fog túlságosan nagy problémát jelenteni, és itt van még egy átjáró. A másik irányba. Nem fogjuk elfoglalni szerintem ezt a pontot, hölgyeim és uraim, nem fogjuk az energiánkat ebbe az irányba fókuszálni, inkább más pontra szeretnék koncentrálni. Na, akkor van itt egy ilyen marketplace-ünk, és tudunk vásárolni, ezt mondja, hogy 5 vasat, de már van vasunk. Úgyhogy Organize Feast, van egy ingyen lakománk? You are under attack. Oké, megcsináltuk a lakomát, megvédjük magunkat. 2 katonával támadott az ellenfél, és ez problémamentesen vissza fogjuk verni, viszont szükségünk lesz majd egy bonyolcibálóra, mondjuk... nagyon jó. Oké, elkezdenek kigyulladni az épületeink, semmi probléma, felhalmozunk rengeteg fát. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, és ide egyből építeni is fogunk egy ilyen őrlonyot, hogy védjen minket, valamint egy katonára szükségünk lesz a továbbiakban még. Egy embert szeretnék elküldeni Kimnek, hogy felderítsük, hogy az ellenfél hol van, és megpróbáljuk zaklatni folyamatosan. Megpróbáljuk agyonütni az egységeit, és akkor szépen jövünk ide. És miért nem tudjuk ezt a területet felderíteni? Fel kell fejlesztenem a... Ez milyen rendszer, gyerekek? Fel kell fejlesztenem a... 1.0 van a játék. Akkor fel kell fejlesztenem ezt az épületet. Mennyi kell? 4 kell hozzá. Azt hiszem, hogy pontosan volt annyi. Oké, veszünk. Felfejlesztjük. Felfejlesztettük. Oké. És mostantól kezdve már működik a dolog? Lehet, hogy megvan egy olyan irányvonal, hogy hány, mekkora távolságban tudok a scoutommal felderíteni. Ez most az egyik pont. Kíváncsi vagyok, hogy tudok-e csinálni még egy tornyot esetleg. Nem tudok, viszont oda tudok. És el is küldöm az emberemet. 26 per 26-ban vagyunk. Lássuk, hogy hol tudunk esetlegesen épületeket növelni. Itt tudunk. 20 aranyért. Hibátlan. Jöhet még egy bogyó cibáló, ugye? Inkább ezt a druidát küldjük el. Tudom, hogy több ház kell, 2 a boldogságunk, tehát azzal most jók vagyunk. Hamarosan felderítjük ezt a területet, és akkor látjuk, hogy az ellenfél hogy áll, és mint áll. Oké, még egy tudományunk megvan. Átjövünk ide. Itt építünk egy házat. Oda. És azt hiszem, hogy tudunk fejleszteni, ugye? Favágó, tudunk fejleszteni, csak kell hozzá kavics. Kell hozzá kavics, és 4-et tudunk még venni. Lehet, hogy elküldök ide majd plusz 1 embert, hogy gyorsabban jöjjenek ezek a javak. Mindjárt elkészülünk azzal az őrtoronnyal is. És itt van az ellenfél. Szerintem egy kicsit zaklatni fogjuk. Méghozzá ezt a parasztot megpróbáljuk megütni. Megromlott a kapcsolatot? Nem mondott komolyan. Hoppá, kicsit túlvállaltuk magunkat. Nem baj, megöljük ezeket a katonákat. És mindjárt egy új katonát fogunk toborozni. Lássuk, hogy hogyan is állunk. Trading food increase, 20% lore master, 20%-kal több aranyat kapjunk. Monster Slayer. Ez nagyon jó, 5%-os erőt kapnak.
Szerintem maradjunk ennél. 5%-os erőt kapunk. Visszaküldöm szépen a villagert, és itt van egy birkánk. Ott van egy birka. Nem tudom, hogy sikerült elcsúszom rajta, de most szépen beküldöm, hogy még több kaját szedjen nekem. És újabb 4 kavics kell. 14 a kajánk. És hamarosan fára lesz. Isten igazából szükségünk. 750 kaja kell a következő feastig, hát az esélytelen. De csak mennyi 3 bogyó cibálónk van. Egyet akkor elküldünk katonának. Egy embert elküldünk katonának, igen. Valamint egy másik emberrel. Ezt is fel tudjuk ezt a területet fejleszteni, ez nekünk nagyon-nagyon jó lesz, sőt, ide fogjuk küldeni az emberünket. Ez az emberünk itt van, átjövünk erre az oldalra. És akkor rakunk le egy Axtrover. Igen. Egy Axtrover, valamint lerakunk még, szerintem ide mellé egy shieldest. Gyere ide, haver. Lehet, hogy azt agyon kellene verni. Halvard az most nagyon-nagyon kemény. Ezzel elbánunk? Elbánunk, problémamentesen. Elbánunk. Szanasz, el kell venni az épületeit, hogy ezzel foglalkozzon ez a szerencsétlen. Hogy ne legyen az, hogy rám küld rengeteg zsoldost. Az eléggé fusztráló. Hol? Itt a katonánk. Átküldjük őt is. Segítse. Halvard 50%-on van, de nem lesz probléma, mert a druidám hip-hop fel fogja őt gyógyítani. Axtrover az elkészült. Oké, megkaptuk a földrengést. Most kell odafigyelnünk. Javítsuk meg, hol van még lángoló épület. Van 3 villager, javítsuk meg, és tudtam, hogy ott is van. Lássuk, hogy itt van-e valaki, nem Loremaster van 2, úgyhogy még egy bogyócibálót átküldök, hogy azt a házikótot szépen megjavítsa. Nagyon jó. Itt van egy szabad emberem. Sőt, elméletileg itt is van, nincs. Axtrover. És jön az ellenfél. Hátrébb jövünk. Oké, támadjuk. Halvarddal nem lesz problémás, sőt, ezzel a támadással sem lesz probléma. Hogyha így apró cseppekben megpróbálja a haderejét nekem ide tolni, az nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Oké, egy zóna, 2-3. Ezt a mai rész alatt szerintem simán le fogjuk zúzni. Oké, már van 5%-unk. Már van, hölgyeim és uraim, 5%-unk, ami bónusz. Itt van még egy embere, ezt lezúzzuk. Megpróbáljuk az egységeit a lehető legalacsonyabban tartani. Ne kapjon fát! Ne kapjon fát! Nem tartom jó ötletnek. És mi az, amit még tudunk csinálni? Shield! Az is jó lesz. Valamint lehet, hogy egy Altar of King-et kellene csinálni. És 50 fémet kapunk belőle. Az nagyon-nagyon jó ötlet. Na mi van, aranyom? Te nem csinálsz aktuálisan semmit. Jó. Akkor vásároljunk szerintem egy kis követ. 5 követ vettünk még, és lehet egyébként, hogy igen. Át kellene küldenem ide egy embert, hogy azt a követ innen kibányásszam. Ugye? Ja. Még az emberem is azt mondja. Mind. Gyere, aranyom, azt kapkod fel gyorsan. Minusz 11-ben vagyunk kajával. Az nem probléma. Ez nem probléma, az az egyes boldogság az inkább probléma. De itt tudunk fejleszteni. Tudunk fejleszteni, de most a kővel tartalékolunk egy picit. És át kellene küldeni még egy bogyó cibálót, hogy legyen kereskedő. És felfejleszteni ezt a kereskedőt. Minusz 13 a kaja. Túlél, mindjárt vége van a télnek. Nem lesz gond, nem lesz probléma. És nagyon egyébként át sem kell vennünk területeket. Alvar, gyere előrébb. Ott van még egy ember. Romlott a kapcsolatunk? Nem mondott komolyan. Szerintem mehetünk beljebb amúgy. Mehetünk beljebb. Próbálj meg az egységeit, az embereit kinyírni. Az például kaját szed.
És nem tudunk bejelmenni, amíg nem birtokoljuk a területet. Jó. Oké, hát akkor elvesszük tőle. Akkor elvesszük a rohadéktól. Itt van egy ember, őt elküldjük kavicsot fejteni, és a következő pontunk, amit nem raktunk, vagy meg kiraktunk. Lehet, hogy kiraktunk. Támadás alatt vagyunk. Oké. Jön három egységgel. Megpróbálja visszaszerezni tőlem. Így arra, hogy gyorsak vagytok. Visszamegyünk a védőtoronyhoz. Jó, most már gyógyít minket a druida, amit kombatból kijönünk. Oké, így is van. Ott van a druida. És tehát, hogy még egyre szükségünk lesz. Plusz 9-ben vagyunk kajával. Itt újabb kettő városlakó van. 7 követ kapunk. Elnézzük, hogy tudunk-e vásárolni még követ. 2-t még tudunk venni. Oké, egy kell az oltárig. Egy kell az oltárhoz, és utána határozottan erősek leszünk. Ide fogjuk lerakni, itt egyetlen egy épületünk van. Egy Axtrober. És 4 katonánk lehet. Most gyógyulnunk kell. Most muszáj gyógyulnunk. És fel tudjuk cserélni egyébként, hogy kiket gyógyítson a druidánk, de ez nekünk most tökéletes lesz. Mindjárt érkezik a következő ember. És technológiával még egy kicsikét odébb vagyunk. Még egy kicsikét odébb. Plusz 9, 20%-kal. 11! Oké, nagyszerű. Lássuk, hogy hol van emberünk. Halvard, Warrior, Hunter, Healer. Akkor ezt az emberünket visszük ide. És ezen a ponton megépítjük az oltárt. Így. Lássák a diadalunkat. Lássák a diadalunkat a szemtelenek. Amint felgyógyulunk, visszamegyünk, és akkor itt rendet rakunk az ellenfél sorai között. Építi a következő tornyot. Azt mondja, hogy itt van egy pajzsos, itt van egy warrior, itt van egy favágó. Elég gyorsan után tudja tölteni az embereket. De úgy látom, hogy néhány katonát, hogy csinálok, végig is tudom verni az anyjába. Problémamentesen. Lehet, hogy egy pajzsost kellene, vagy még egy extrovert. Bár nem valószínű, hogy a pajzsosra szükségem lesz. Nagyon sok mindent ad ez az épület. Ez nagyon-nagyon jó. Annak nagyon-nagyon-nagyon örülök. Jön a következő bogyócibálón, plusz 5-ben vagyunk a kajával. Meghalt a kémem. Hát ezt a területet nem derítettük fel, lehet, hogy az nem is érdekel minket. Jövünk ide, aztán széjjel verjük a Tonehalt. Itt van Hagen. Erre majd oda kell figyelnünk. Felépült a torony. És amint meggyógyul az emberünk, lehet, hogy még egy... Igen, még egy bogyócibálót el fogok küldeni katonának. Axtrovernek, és lehet, hogy ide felépítem. Következőnek, így van. És jön az event. Fantasztikus. Fantasztikus. Jó, ott van egy füst. És itt van 2 füst. És szerintem Halvardot el fogom vezetni ide hátra. Gyere, gyere haver, mert mindjárt a nyakomba szakad az elet. Ilyet nem nagyon csinált eddig még a játék, úgyhogy meglepő. Meglepő egyébként. Oké, plusz 11, plusz 23, plusz 10. Ez az oltár, ez nagyon-nagyon jó. Mindenből kapunk 2-t, és 50 fém mellettünk gazdagabbak. Lehet, hogy még a következő részt is elérjük. Újabb támadás, visszajövünk. Hagyjuk, hogy a torony dolgozzon. Oké, kemények vagyunk, mert a parasztot küldtük előre. A rokkatonáink nem szenvedtek támadást, megjavítjuk szépen a tornyot. Látták, hogy Halvard nincs itt, úgyhogy gyorsan a nyakunkba szakították ezeket a zsoldosokat. De szerencsére most már nem 13-mal kell szembenézzünk. Mindjárt készen van a Shield Bearer. És Halvard pedig itt van a toronynál. Tehát tudunk védekezni ezek ellen az egységek ellen. Nagyon jó. Embere, hogy állunk? 44%. Egyes a boldogságunk. Ebből kaptunk egy boldogságot. Oké, gyógyul az emberünk, és... egy pajzsossal át is alakít. Oké. Na. Azt hiszem, hogy itt az idő kiosztani néhány eszközt, néhány fegyvert, és én azt mondom, hogy... Against range. Attack 15%. Attack range and power bar 30%. Oké. Akkor megkapták a fejszedobálóim. Ennyi? 10-be került? Ez elég érdekes. Oké, mindjárt megkapjuk az eventet, nyugi van druida, mindjárt tudsz dolgozni.
Oké, itt jön egy szerencsétlen, egy dragr. És itt jön... még kettő. Úristen, mennyi emberem ráment. Jó, nagyszerű. Oké, el is kezdtük Halvardon gyógyítani. 6 katonánk lehet, és én azt mondom, hogy csináljunk egy ólint, gyerekek. Csináljunk egy ólint, és csapjuk szét az arcát. Itt problémáznak. De annyira nagy problémát nem jelent, és most kellene lecsapni rájuk. Amit technikailag nincsenek 100% életen. 3 ember tudok még esetleg ide csatlakoztatni, és meg is van a 3. Nagyon jó, oké. Jöhet akkor még egy pajzsos, meg még... lehet, hogy 2 fejszre dobálunk. Lehet, hogy az lenne a legjobb. Plusz egy kajában vagyok, így is. Egyszer. Kétszer. És 3-szor. Lássuk. Nagyszerű. Jó, oké. Teljesen jók vagyunk. Pajzsost előre. Katonánk az helyen közel megvan. Gyógyulva is még mielőtt a tél beköszöntene, az ellenfélnek eltapossuk a fejét. Romlott a kapcsolatunk. Semmi gond. Agyonverjük ezt a tornyot, Halvard testeli. És elméletileg megvan az a technológia. Igen, megvan a technológia, hogy ne legyünk gyengébbek, amennyiben tél van. Oké. Okay. Eddig jók vagyunk. Így de gyors volt az az ellenfél. Nem baj, elveszik tőle. Elveszik tőle a területet, visszaküldjük ezt a fejszedobálót, hogy gyógyuljon. Szerintem mindenki más jó állapotban van. Meg vagyok támadva. Wow! Tengeren! De fasz a gyerek vagy! De nagyon fasz a srác vagy! Ó, hogy rohadjál meg! És elveszítettem rengeteg embert! Hát azt nem fogod, az biztos, hogy nem fogod, haver! Biztos, hogy nem! Eddig nem csinált ilyet, azt hittem, hogy ez nem lesz a szokása. Jó, oké. És vissza is foglaltuk a területünket, tehát akkor csináltunk egy nagy csomó új embert. És pluszban vagyunk, még mindjárt itt van a tél. Mindjárt itt a tél. Misztikus lények ellen, nem? Loremaster... 30%-kal gyorsabban. Kapjunk embereket, és kiválasztottuk az utolsó tudományt, hogy 30%-kal kevesebb kaja kell télen. Szerintem ez egészen jó. Tudom, hogy boldogtalanok vagyunk, kell még ember, ugyanis innen a sörfőzőből is elragadták a katonáimat. Itt van egy Hunter, de őt elküldöm sörfőzőnek. Gyógyulnak az egységek. Szerintem berongyolok az ellenfél területére. Aha. Nem tudom, hogy miből tartja fel az egységeit. De nem is leszek rá túlságosan kíváncsi. Ezt a parasztot is agyonverjük. Elfoglaljuk a területet, és utána mehetünk tovább. Nyomolunk tovább. Valószínűleg azért küldött ránk egy egységet így a tengeren keresztül, mert elkezdtük zaklatni az ő teritoriumát. Úgy látom, hogy nem igazán van olyan, ami problémát jelentene. Hogy állunk az emberekkel? Mindjárt megvan plusz egy ember, plusz egy bogyócibáló, nincsen favágónk, oda elküldök egy embert, hogy menjen fát vágni. Plusz 11, oké, jók vagyunk fával. A többiek mehetnek bogyócibálónak, mehetnek sörfőzőknek. Itt van a tél. Hamarosan elfoglaljuk a zónát. Így eléggé lassú lesz. Ott jön egy öngyilkos jelölt. Azzal nincs semmilyen problémám. Előre küldöm ezt a pajzsos srácot. És csak ennyi, 3-at rakják. Oké, miénk a zóna. A druidánk tudna gyógyítani. Hogyha úgy Isten igazából azt adnánk a parancsnak. De bele is küldöm ide szépen az emberemet. És újabb támadást kapunk. Most megint a zsoldosok jönnek az arcunknak. És egyre pocsékabbul kezdünk állni, nem probléma. Az igazság az, hogy sok nyersanyagunk van. Sok nyersanyagunk van, és azt hiszem, hogy itt is van egyetlen egy ember, aki szeli a fát. Elküldöm őt is. Igen? Gyertek át ide, srácok!
Gyertek! Ne halljon meg a druidám! Ő se halljon meg! Oké, ez így elég izgalmas lesz, meg érdekes, Howard. Téged is szépen elhozunk. Védekezni, oké. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Jó, kettő druida az most ránk fér. És kajával problémások vagyunk. Visszamegyünk védekezni. És itt van még egy katonánk? Itt van még egy katonánk, itt van még egy fejszedobáló. Nem tudom, hogy hogy szakadhatott le. Hogy maradhatott le? Healing Warrior, Healing Lore Master. Wow, gyerekek, itt van még egy vadász, őt visszaküldöm. Ennyi maradt? Aha, még egy vadász kell. Oké, jó, Bogyó Cibáló, megy szépen vadásznak. A vadász folytatja a feladatát. Lehet, hogy tornyokat kellene leraknom, hogy kicsit úgy elhúzzuk az ellenfél óra előtt. Az öklünket. Legszívesebben azt csinálnám. 10%, oké. Az emberünk az alakul. És gyógyítunk? Nem, úgy látom, hogy nem gyógyítunk. Vissza kell jönnünk a saját területünkre. Őt is meggyógyítjuk. Kettő druidánk dolgozik. Oké, Halvárdot rendbe kell raknunk, mert nagyon-nagyon erős. Nagyon-nagyon erős, és azt hiszem, hogy itt van, 50%-kal jobban gyógyítanak a druidák. Ez kell majd következőnek, sőt, fel tudjuk fejleszteni akár. Jönnek a patkányok, szerintem azoktól abszolút nem fogunk félni. Oké, felfejlesztettük a druidát, jobban gyógyítunk mostantól kezdve. 100%-kal jobban gyógyulunk. Az nagyon jó. Nagyon jó lesz. Oké, végén a télnek az ellenfél, nem tudom, hogy milyen technológiát rakott ki. Elérhető egy kereskedelem. Kaját adunk. Aranyért, vagy nem adunk. Most nem adunk. Kettő ember van, itt szintén kettő ember van, rengeteg nyersanyagunk. Szerintem egy kereskedőt elhozok innen. Egy kereskedőt elhozok, az tele van az az épület, és elküldöm szépen kocsmárosnak, hogy azért legyen jó hangulat. És most már csak Halvárdot kell rendbe raknunk. Lehet, hogy csinálok még egy barakot. Oké, jön az ellenfél. Halvárd. Problémamentesen gyógyulunk. Egy újabb támadást kaptunk. Elhozom az embereimet. Egyetlen egy druidát vesztettünk, őt is el fogjuk veszíteni. Kettő druidát vesztettünk. Oké, mert egy kicsit szemtelen vagy azért. Azt kell mondanom, hogy egy picikét szemtelen vagy. És tehát, hogy tanulnom kellene a hibámból. Őt is visszaküldjük, mennyi? Egy villagerünk van, elküldjük druidának. Plusz 4 a boldogságunk, hamarosan jön a következő ember. És szerintem fel fogok húzni tornyokat. Annyira egyszerűen nem hagyja, hogy nyerjek. Halvárdot hátra hagyom. És azt az embert ott megölöm. Nem tudok az idők végezetéig folyamatosan új embereket csinálni. Biztos, hogy nem tud. És meg tudom támadni? Arra vagyok kíváncsi, hogy meg tudom-e támadni. Nem tudom. Akkor csak ide a határvonalra tudok jönni. Jó, maradunk itt, gyerekek. Maradunk itt. Halvárdot pedig szépen fel fogjuk gyógyítani. Ott van a Bogyó Cibáló, elküldöm szépen druidának. 100 pont kell a technológiai ugráshoz. És itt pedig patkányok vannak. Lehet, hogy tudunk csinálni egy lakomát? Tudunk csinálni egy lakomát. Ez nekünk nagyon-nagyon szuper lesz. Még a patkányok előtt meg fogjuk csinálni. Nem szabad elfelejteni. Még egy támadás. Oké, visszajövünk. Újabb druidát elvesztettünk. És nem veszítjük el a következőt. Oké, pajzsos vannak elől, szépen ledobáljuk az ellen. Úgy van vele a játék, hogy izgalmasabbá szeretné tenni ezt az egészet. Oké. Ahogy ő támad, én is támadok. Mindjárt nekünk jön az a katona. Oké, széjjel csapjuk. Őt is széjjel csapjuk.
nagyon-nagyon jó gazdasági helyzetben van ilyen pici területen. Ez a nagyon-nagyon vicces. Ez a brutálisan vicces. Nem tudom, hogy hogy csinálja a gép. Fogalmam sincs. És igen. Merisszi. Oké. Gyógyítsunk gyorsabban. Gyógyítsunk gyorsabban. Van emberünk? Van. Egy villager. Akkor első soron szeretnék ide egy tornyot. Mert utána a druidával is fogunk foglalkozni. Megint megtámadtak minket. Nem adja, hogy elvegyük a területet, ezt viszont el fogjuk venni. Ezt viszont problémamentesen el fogjuk venni. A druidánk sérült, és ezért lassabban gyógyult. 600 pontja van Hagennek, nekünk 695. Amint ezt felépítettük ezt a tornyot, még egy villager, elküldjük druidának. 3 druida kell. Lehet, hogy belsőbb zónába kellene a druidákat raknunk, 800 fullon vagyunk, oké, jöhet a fiszta. Majdnem beleestünk. Jó, 2 druida van, az egyik druida gyógyítja a druidát. Hagent visszahozom, elküldöm szépen a pajzsot, hogy gyógyuljon. És most a 250-et fizetünk, akkor gyakorlatilag el tudjuk venni a területet. Hát kell a Balherének. Egyébként. Egyáltalán nem kell, még a tél vége előtt végig akarom verni az ellenfelet. Oké, jók leszünk. Jók leszünk, vezessük a harcot. Hagennel az élet. Azaz, nem Hagennel, Halvordon! Ezt le fogjuk szúzni, még mielőtt nagyon kárt okozna nekünk. Nagyon jó, van egy kis betegség, fejlesztjük a tornyunkat. 16 kövünk van. Oké, visszaküldjük az emberünket, aki nagyon-nagyon megsérült. A fő emberünket. És 1-2 területre vagyunk az ellenféltől. 2 területre. Ennyivel lecsökkentettem a termelését. Mondjuk ez a quarry nem is dolgozott, viszont ez a Hunter's Lodge igen. És a silóját is elveszti. Ez eddig nagyon jó. Alig van embere. Nem tudom, hogy a zsoldosokat miből küldi, meg hogy hogyan. Az az igazság. Oké. Visszajövünk. Gyertek, srácok. Vissza. Nem. Oké. Egy extrover, még egy, és titeket pedig hazaviszünk Hávárthoz. És megvéd minket a torony! Megvédett minket a torony! Nagyon jó döntés volt! Nagyon-nagyon-nagyon jó döntés volt. És támad. Oké. Ezt megcsináljuk. Ne legyél hülye, haver. Jön az erősítés. És ezt a támadást is visszavertük. Nagyszerű. És mostantól kezdve elméletileg gyógyulhatunk. Hol vannak a druidáim? Mennyi druidám van? 1. Hunter. Itt pedig van 1 városlakó. Elküldöm druidának. És ezt a Huntert is elküldöm druidának. Kell a 3 Hunter. És az igazság az, hogy ezt meg kellene javítani. Oké, gyógyuljunk. Majd utána foglalkozunk a kajával, most annyira nem égető. Most az a nagyon fontos, hogy itt ezt rendbe rakjuk ezt a csapatot. És hogy ne veszítsünk több katonát. Oké, most rándobott elméletileg, nem, gyakorlatilag is 2 támadást. Ez a szerencsétlen. Nyersanyagban jól állunk, ezer aranyunk van. Ezeket elveszíthetjük, és hogyha elveszítjük, nem fogjuk birtokolni az épületeket, de az ellenfél sem, hogyha vissza kell vonulnunk. Ha vissza kell vonulnunk. És itt nem gyógyít minket? Ne! Nem gyógyít minket? Na mindegy, akkor menjünk vissza. Menjünk vissza az egységekkel, amik problémásak. Saját területünkre.
És akkor így ingázni fogunk. 50%-kal megnőtt a teljesítményünk 150% dividendként, ami azt jelenti, hogy 450-nel gyógyítjuk az egységeinket. Mm-hmm. Így van, azt nézzétek meg! Halvar mindjárt meggyógyul. Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon jó. Ez jó döntés volt, az a három druida az nagyon-nagyon jó döntés, mert csak arra kell figyelnünk, hogy ne támadjon minket meg az a rohadék. Hopp, mercenarik. Jöjjünk át ide. Oké. Okay. Kinyírtak egy druidát, az nem jó. Mind a három druida kell, mind a három druidára szükségem van. Oké, vissza kell mennünk a főterületünkre, mert kettő zónát is megtámadott ezekkel a mercenarikkel. Egy katonát elvesztettünk viszont. Egy katonát elvesztettünk, és lehet, hogy ketten elegek lesznek? Átküldöm őket. Le kell tudnom zúzni őket. Oké, kettő megvan. Gyerünk, Halvard! És ez is megvan. Nagyszerű. Oké, a druidáink tudnak dolgozni. Van itt akkor egy sörfőzőnk. Visszaküldjük. És megtámadtak minket itt. Ezen a ponton. Nem baj, ott még visszaverjük őket. Tudom, hogy boldogtalanok vagytok, ne izguljatok. Halvardot gyógyítjuk, utána visszajövök a sérültekért, és lehet, hogy egy lépéssel előrébb fogok menni. Igen, egy lépéssel előrébb megyek. Foglalom el az ő területét. You never know when to quit, do you? Well, can't say I hadn't warned you. Mercenaries you propose will be filled to the brim if you defeat him. I be not risking my life here. Farewell. Not stay here, you coward! Gyáva kis fos. Young lord, Hagensim will go all out on this. Do you not think we will be able to hold them up for long? I am so sorry we failed you. Do not lose hope, Halvard. You will live to see yet another day, trust me. Ennyi? Csak elmondta, hogy elhajózik a szemét, aztán így... Valószínű. Wow, srácok! Hát ez nagyon-nagyon mókás. Ez nagyon-nagyon vicces lesz. I believe we arrived just in time. Just in time? We missed out the though. Greetings, Eagle of Wolf Clan. I am a Rig. Sure, whatever. There are still guards of Smoky. Akkor ki van velünk, ki van ellenünk? Gyerekek! Wow! Ez is itt bulis támadás lesz. Srácok, gyertek visszább. Van itt egyáltalán valaki? Jó, itt jön a segítség. Az de rohadt kaotikus volt. Halvard, visszább jövünk. Backup. Egy katonánk van, meg Halvard. Jó, a torony fel fogja tartani őket egy darabig, és jön az erősítés. Oké, srácok. Druidát visszaküldeni. Jó, hát értem egyébként, hogy a játék miért csinál ennyi tornyot. Miért csinál ennyi tornyot a védelem érdekében? És jön a farkas klán, és jön Mr. Brand Pitt, és rendbe rakják az ellenfélek az arc szerkezetét. Azt a mennyi katon. Oké, akkor ezt el fogja foglalni, és akkor szépen itt végig megyünk. Ennyi katonával már bőven elegen kell, hogy legyünk. Tehát akkor elég közel kellett jutni a mostani küldetésbe Hagenhez, hogy agyonnyomjuk, ugye? Ez volt a küldetés. Destroy Raven Outpost. Mi a fuck van? De rohadt idegesítőek vagytok! És addig fog minket támadni, amíg mi meg nem öljük, vagy amíg ők meg nem ölnek minket, hogyha jól értettem. Pazar.
és visszajönnek segíteni. Oké, ti se az eszetek miatt vagytok híresek. Jó, hagyjuk, hogy akkor lerendezzék a dolgot. Ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekesen van megszerkesztve így most a kampány. Oké, druidák, vissza. Jó, hát akkor csináljunk tornyokat. Csináljunk tornyokat, gyerekek. Kell a statikus védelem. Ez elég idegesítő. Egyébként. És most megy a... Igen. És jön újabb támadás. És itt pedig nem jön. Oké, ezt a kettőt fel fogjuk építeni. Yeah, újabb technológia! Nagyszerű. 50%-kal kevesebb. Csináljunk még több kaját. És megtámadnak minket is, szerintem. Szerintem elgyalogoltak itt a megfelelő épület mellett. Jó, azt nem hiszem, hogy el fogják venni tőlünk. Ott van egy támadó csapat. Jó, szedjük szét őket. Fel fogjuk fejleszteni, 16 kalicsunk van, azt hiszem, hogy kiszedtük. Igen, ez már nem kell. Szépen innen elpusztítjuk. Jó, agyonvertük őket. Jöhetünk tovább ezzel az emberkével, visszavesszük a területet és építünk még egy tornyot. Ezt akkor felfejlesszük, és ezt is felfejlesszük. És a fejlesztett torony visszaveri a mercenary-ket. Ez egy nagyon-nagyon fontos információ. Hogy van még a bogyócibálunk, van még kell egy Axtrover. Shield Axtrover, oké. Hál' Istennek! Nem tudom egyébként, nem játszottam még ezekkel a varjakkal. Nem tudom, hogy mennyibe kerül egy zsoldos, de kétlem, hogy lett volna annyi inkámia, hogy meg tudja csinálni, hanem csak a játékban be van programozva, hogy küldjél ilyenkor zsoldosokat az ellenfélre. Logikátlanul, na mindegy. Halvard azt mondja, hogy thank the gods for your intervention. I am more than grateful that you risked your life to save us. Wait, what? You mean we came here to save people? Tipikus nem az eszedél szeretünk karakter. Let me guess. You stop listening at slaughtering mercenaries. Please, not get me wrong. But was this amount of savagery really in dispensable? I make sure I give a hug and a hug. Miért ugrik el? Fuck! So much habits and recklessness is one single man. I pray that you live old enough to reap the fruit of your victories. Yeah! Super! Harmadik pálya. Eszmélet... Ha jól láttam, akkor a harmadik pályát alakították át, hogy ne legyen ennyire nehéz. Az 1.0-ba, de ez még a régi verzióban volt. Szuper! Harmadik pálya, pipa! Meg is kaptuk érte az achievementet, úgyhogy sokkal jobban állunk. Gyakorlatilag egy chapterrel közelebb a végeredményhez. Nem tudom, hogy hány küldetésből áll, de valószínűleg végig fogjuk csapatni ezt. Fixen a csatornán, úgyhogy megtekinthető lesz. Következő részben, hölgyeim és uraim, a negyedik pályát fogjuk csapatni, aminek a címe Trade War. Valószínűleg ezzel a farkas klános emberkével fogjuk neki veretni neki. Meglátjuk, hogy mennyire lesz kemény a csávó, de hogyha minden igaz, akkor berzerkerekre is szert tudunk tenni, ami egy eszméletlen király egység. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok. Én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!